A szezon utolsó hazai meccsén bebiztosíthatja a bajnoki címet és a feljutást az NTK, amely legutóbb 3 hete játszott bajnoki mérkőzést. Az elmúlt hetek sem teltek azonban tétlenül, 4 nyíregyházi játékos ugyanis kvalifikálta magát a vidékbajnokság országos döntőjébe. Az elmúlt hétvégén Szegeden léptek dobóállásba az érintettek az országos nagydöntőbe jutásért, ezúttal azonban nem sok babér termett a nyíregyházi kvartett számára. 4 játékosunk jutott tovább a területi egyéni döntőről ide a szegedi országos vidékdöntőre. Közülük is a Hakker Dezső 564 fája az egy jó teljesítmények mondható, míg a Magyósi Péter 558 fája is megközelítette ezt. Mellette még a Szolyka Miklós, illetve a Fehér Béla lépett dobóállásba, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egy nyíregyházi játékos sem jutott tovább a országos nagydöntőbe, ugyanis 571 fával lehetett a 11. helyen tovább jutni. Hozzáteszem, hogy Hakker Dezső a 13. helyen végzett, és így a második számú tartaléka az országos nagydöntőnek, de úgy gondolom, hogy erre valami kevés a esély, hogy bárki visszalépjen sérülés vagy betegség miatt, így azt kell, hogy mondjam, hogy idén most sajnos nyíregyházi játékos nélkül rendezik majd a kazincbarcikai országos döntőt. Bár a sereghajtó budapesti vízművek érkezik Nyíregyházára, a hazai játékosok nem vették félváról a felkészülést, mivel nem szeretnék az utolsó fordulóra hagyni a döntést. Az első 1-2 hét egy kicsit gyengédebb edzésmunkával telt, kis pihenés kellett, mert elég hosszú volt előtte, szinte megállás nélküli volt a bajnoki menetrend. Most egy kis pihenést azért kaptak a játékosok nagy része, már akik nem az egyéni döntőre készültek, de hozzáteszem, hogy ezen a héten mindenki teljes erőbedobással készül, mindenképpen már csak 1 pont vagy 2 pontos győzelem szükségeltetik ahhoz, hogy most már matematikailag is bajnokok lehessünk, a függetlenül az utolsó bajnoki mérkőzésünktől, ami majd Egerbe lesz, úgyhogy mindenképpen, mivel az utolsó helyezett fővárosi vízművek látogat el hozzánk Nyíregyházára, itt csak is a győzelem lehet a kérdéses, annak az aránya, de mint mondottam, nekünk már az 1 pont is elegendő lesz, bár bízom benne, hogy nem egy kieső jelölt csapat ellen fogunk hazai pályán betlizni, úgyhogy mindenképpen úgy gondoljuk, hogy most be tudjuk biztosítani majd a jövő évi szuperligás tagságunkat. A Nyíregyházi Teke Klub fővárosi vízművek mérkőzés az ifjúságiak találkozója után szombaton 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Teke csarnokában.